Cixai Zsuzsanna megosztotta, hogy először a keresztekkel gyerekként a családjában találkozott, mivel a szülei és nagyszülei is mélyen vallásosak voltak. Az egyetemi tanulmányai alatt Grineusz Tamás professzor volt az, akinek az előadásai és a személyisége ösztönözte arra a hallgatókat, hogy ezzel foglalkozzanak a későbbiekben. Közel 20 éves kutatómunkának a gyümölcse lett a könyv, amelyet a nagy közönség a közelmúltban megismerhetett ünnepélyes keretek között a bibliotékában. Itt érdemes megemlíteni, hogy a két évtized alatt gyermeket is nevelt és dolgozott, miközben amikor ideje engedte, kutatott és gyűjtött. Tavaly egy alkotói pályázatra beadta a kisemlékek kéziratának elkészítését, amely határidőt szabott számára, majd úgy érezte, hogy ez a gyűjtemény ne álljon a fiókban. Családi összefogásnak köszönhetően kézzel fogható könyv formájában megvalósult a Keresztfához megyek szakrális kisemlékek a marosmenti településeken címmel megjelent. Szó esett arról, hogy nem tudományos írás, hanem közérthető mindenki számára, hogy jobban megismerjék a 18 település 91 keresztjének történetét az érdeklődők. A Kardos Noé keresztet, akik állították, annak az édesapjuk egy ilyen nagy Kossuth hívő volt, aki 5 alkalommal is kiutazott Turinba a Kossuth Lajoshoz, és találkozott vele, és a földjeit eladogatta. Tehát ezek nagyon izgalmas és érdekes történetek, mert hogy nem a keresztekről, és nem feltétlenül a vallásról, hanem az emberekről szólnak. Az elődeinkről, akik valami emlékjelet hagytak maguk mögött, de az emlékjel mögött történetek vannak, és nagyon izgalmas történetek, nagyon megrendítő történetek, fájdalmas történetek, de van csak az, hogy éppen a falu határát jelölték ezzel a keresztet, tehát vannak ilyen sima leírások, de azért amely kereszteket mondjuk családok állították, azokhoz mindig valamilyen érdekes történet fűződik. Hozzátette, megtalálhatják magukat többek között a lúcok, a kisek és a bárdosok is. Klára falvától Marosleléig számos település keresztje megtalálható a könyvben, és választ kaphat az olvasó, hogy milyen jelentőséggel is bírnak ezek az emlékjelek. A megváltás emlékjelei, ahogy Barna Gábor professzor úr írta a könyv egyik előszavában, hogy a megváltás jelei mindenkit megszólítanak. Ez mennyire fontos volt a 100-150 évvel vagy 200 évvel ezelőtt élő marosmenti embereknek. És hogy miért volt fontos? Mit akartak ezzel kifejezni? Jelet hagyni maguk után, vagy a családnak jelölni, hogy itt a birtokhatár, és az örök életre itt. Ők úgy gondolták örök életre, de hát tudjuk, hogy ezek a földek már nem ugyanazoknak a tulajdonosoknak a kezében van, illetve hát tulajdonában annyi minden változott itt a II. Világháború után, hogy most már nem csak a dűlőket nem azt jelzi, hanem csak ott ragadtak. A kötetben lévő keresztek felkereshetőek, mivel minden leírás és fotó tartalmaz továbbá GPS koordinátát is. A szerző kiemelte, hogy 200 példány jelent meg, amelyre az ország számos pontjáról érdeklődnek, de mivel már elfogyott a könyv, így második kiadásban is gondolkodik a szerző. A hosszabb beszélgetést a Híradó után társalgó című színes kulturális magazinunkban megtekinthetnek.